Az elmúlt időszakban a kedvezőtlen világpolitikai helyzet miatt jelentősen megemelkedtek az energiaárak. A város önkormányzata arra törekszik, hogy csökkentse az intézmények és a gazdasági társaságok költségeit. 14 helyszínen történik meg az energetikai felújítás, napelemeket fogunk tenni épületek tetejére. Most itt a második ütem zárult le, és a négy helyszín közül az egyiken a Városi Sportcentrumban vagyunk, ahol nagyon fontos a napelemcsere, hiszen itt nagyon sok fiatal és idősi sportol napi szinten. A fogyasztási adatokat mobil segítségével tudják nyomon követni. A két épület tetőszerkezeti Összesen 116 modult telepítettek, ami az éves energiafelhasználás 95%-át fedezi. Ezen a téli napon a teljes rendszer 42%-on volt, azaz óránként 20 kW áramot termelt. Hogy ez éves szinten mit jelent, azt nagyon kíváncsian várjuk, de ugye a tervezés a rendszernek úgy történt meg, hogy körülbelül a Létesítmények az energiafelhasználásának 95%-át vissza fogja termelni. Azt gondolom, hogy egyébként a takarékossági intézkedéseink következtében ez nagyobb százalékban fog megvalósulni, mert hogy ezt a tervezett fogyasztás alatt teljesítettünk 2023 évben, úgyhogy biztos, hogy a, a rendszer az jó fog működni. A létesítményben a műfüves, illetve az atlétika pályákhoz kapcsolódó öltözők, valamint a tekecsarnok és a futófolyosó áramellátását kell biztosítani. A centrumban napi rendszerességgel edzenek, a csapatok az esti órákban, különösen a téli időszakban a pályák világítását is használják. Az energetikai korszerűsítéssel nagymértékben mérsékelhetik a működési költségeket.